Ha már étteremben nem mehetünk, teremtsük meg otthon. Ebben segít egy új szolgáltatás, a Privát Chef. Úrrich Tamás az első Fehérváron, aki hívható. Mindent visz, és helyben meg is főzi, amit rendelünk. Nekünk csak azt kell kitalálni, mit ennénk szívesen, és hány főre készítse el a menüt. Én gimnázium utolsó osztályig fogalmam sem volt, hogy mi akarok lenni, de egy idő után nagyon elkezdett érdekelni ez a vendéglátás, és inkább a szakácskodás maga, mert én úgy gondolom, hogy mi séfek, szakácsok, mi részben egy kicsit művészek is vagyunk. Tudom, hogy kicsit furcsa ezt így hallani, de én úgy gondolom, hogy művészek vagyunk, mert sok naturális alapanyagból készítünk egy gyönyörű kompozíciót. Nekem nem a Michelin csillag a mérvadó. Nagyon szép, és követem, és le a kalappal azok előtt, akik végigjárják azt az utat, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz út. Lett volna rá alkalmam, hogy én is ezt az utat választam, de mégse választottam. Talán én azt tudom mondani, hogy nekem az a célom, hogy a vendégek belemosolyognak a szemembe, és azt mondják, hogy na ez igen, Tamás, ez tényleg olyan volt. Erre emlékezni fogunk, ezt szeretjük, és azért járunk hozzád, mert a te főztöd az, ami minket boldoggá tesz. Tamás több szezont főzött végig külföldön. Megismerte egyebek mellett a francia, az olasz, a német konyhát, és megtapasztalta a különböző kultúrák vendégszeretetét is. Kimentem külföldre, megsütöttem a kis hamuba sült pogácsámat, és elindultam, hogy szerencsét próbáljak. Természetesen nekem nem volt terve az, hogy én nagyon-nagyon hosszú ideig kint legyek. Ez nem volt terben. Én mindig szoktam mondani, hogy aki kint marad, ő azért marad kint, mert nincs az, ami hazahúzza. Tehát mindig, amikor Magyarországra gondol, akkor vagy egy negatív érzés van benne. Tehát vagy a családja miatt, vagy történt valami olyan a múltjában, ami nem húzza vissza, és nem szeretne hazajönni. Hála Istennek, nekem rengeteg barátom és gyönyörű szép családom van, és ez hazahúzott engem. Nekem ez pont elég volt a külföldből, és jó pár olyan ismerősöm van, aki 1, 2 vagy 3 év után hazajött, mert azt mondta, hogy ennyi elég volt, megtanultam, esetlegesen gyűjtöttem annyi pénzt, hogy egy házba befektessek, egy autóba, vagy elkezdjem a családos életemet. Nekem ennyi volt, nekem ez egy nagyon-nagyon jó tanulópénz volt, rengeteget tanultam, nagyon sok emberrel megismerkedtem, és nagyon sok nemzetiséggel megismerkedtem, akikkel eddig személyesen nem találkoztam, és most már nagyon pozitívan gondolkozok rajtuk. Tehát az ember meglepődne, hogy melyik nemzetiségek voltak a legbarátságosabbak velem kint Németországban és Ausztriában. A hazajövetel szinte zökkenőmentes volt. Tamás az egyik ismert belvárosi étterem beindításán dolgozott egyik séf barátjával, de főzött máshol is. Mindeközben a minőség és a vendégszeretet volt a legfontosabb számára. Aztán jött a koronavírus, ami mindent átírt. Fehérváron is mindenki próbálkozott házhozszállítással, vagy mindenki azért küzdött, hogy valahogy megéljen. Túlendültünk azon a 3-4 hónapon ugye az első szezon, az első hullámban, és utána jött a nyár. Bármelyik vendéglátós megkérdezünk, az a nyár egy nagyon-nagyon jó nyár volt mindenhol. Lent a Balatonon, fönt Budapesten, Székesfehér belvárosában, ami hála Istennek egyre népszerűbb, és az emberek most már inkább itt maradnak, mint hogy elmenjenek máshova. És ezért is volt nagyon furcsa, hogy augusztusban tényleg mindenki a vendéglátásban örült, hogy mennyi vendég van, mennyi forgalom van, hurrá, hurrá. És hát jött rá egy hónap, és bezártak mindent ismételten, és a második hullám azért már sokkal jobban megviselte a vendéglátásban dolgozókat. Katasztrofális a helyzet a vendéglátásban. Nagyon sokan vannak, akik tényleg az életükért küzdenek, mióta nincsen munkahelyük, és... Milyen lehetőségeik vannak, vagy mihez kezdenek? Nekem jó pár ismerősöm van például, aki építkezésen dolgozik, és jó magam is elmentem a második hullám elején. Mielőtt még nem kezdtem el ezt a magánvállalkozást, elmentem építkezésre dolgozni. Én úgy gondolom, hogy nem szégyen a munka, és amit az ember tud, akkor azt csinálja meg, addig, ameddig nem talál egy olyan megoldás, ami megfelel neki. Egy szakácsnak ez egy kicsit olyan, mintha összetörnék a szívét egy kicsit. Ott kell hagyja a konyhát, amiben jó, amit megszokott. Ráadásul bizonytalan ideig. A mai napig nem tudjuk azt, hogy meddig lesznek zárva az éttermek. Már régebb óta érlelődik bennem egy ilyen ötlet, hogy tényleg valami olyat kéne csinálni, ami még nincsen. Ami annyira még nem megszokott. Mert már ezelőtt 1-2 évvel is voltak privát séfekként Angliában, kint Portugáliában, nyugatabbra. Itt Budapesten is volt pár darab, de ők inkább ilyen rendezvényszakácsok voltak, mint privát séf. Ez a privát séf, ez még nem annyira használt megnevezés. Mitől más egy privát séf, mint egy rendezvényszakács? Hát a rendezvényszakács igazság szerint ő
inkább nagy, csak tényleg szülinapokra megy, keresztelőkre megy, ballagás után inkább tálakat csinál, tehát inkább egy ilyen nagyobb vonumelő. Ő például nem csinálja azt, amit én, hogy bort választ, és ki is önti a bort a vendégeknek, vagy éppen a borsörlőből, vagy a sóörlőből rátekeri a sztékre a sót, vagy a borsot. És egy olyan személyes kontaktot alakít ki a vendégekkel, ami már szinte családias, baráti. Ez a különbség szerintem közte. És hogyha az ember még ehhez kitalál egy-két olyan sajátosságot, egy-két olyan dolgot, ami csak őt jellemzi, akkor ezt másolni se lehet annyira. Mert akkor az tényleg az az ő szolgáltatása. Az eddigi tapasztalataim szerint az emberek még egy kicsit óvakodnak tőle, de már kezdenek nyitni fele, mert rájöttek, hogy miért rendeljek egy étteremből ételt, ha tudok rendelni séfet is. Van itt mindenféle, van kenyérvágókés is, és ő az egyik kedvencem, ő a séfkés, ő a... Az Excalibur, csak úgy szoktam. Ezzel mit szoktál? Hát szeletelni, vagy inkább tálalni. Amikor a tálalásnál már a hús megvan, szépen ott van a deszkán, és akkor szépen úgy kell vágni, vagy formázni kell valamit a tányéra, mert erre könnyen föl is tudom rakni. És a séfek Trabanttal járnak? Nem. Ez az én különlegességem. Mindig meglepem a vendégeket, hogy egy gyönyörű szép kék kombi Trabanttal állított be hozzájuk. És milyen helyeken voltál már privát séfként főzni? Privát séfként? Hát... Én inkább Székesfehérváron voltam nagyobb családnál, voltam szerelmes párnál, és voltam Csóron például romantikus vacsora keretében, és mit tudnám sorolni, de inkább ez a kettő fő inkább a jellemző, de már vannak olyan foglalásaim, amik már 4-6-8 fősek is esetlegesen. És vannak liblingi ételek, amiket úgy szívesen rendelnek? Igen, azért az embereknek megvan az a törzs, amit nagyon szeretnek. Példának tudnék mondani olyan dolgokat, mint például a kacsamáj, libamáj, ilyen kicsit ezek a krémízelítők, ugye amik amúgy is mostanság nagyon divatosak az éttermekben. Az emberek nagyon szeretik a morvahús például, desszertnek, a csokis desszertek azok, amik az nagy általánosságban kérnek a vendégeim. De nincs ezzel probléma, én azért mindig próbálom úgy alakítani, hogy változatos legyen mindig a menü. Sokszor ez nem tudom megvalósítani, de azért én próbálkozom, hogy a vendégeimet rávegyem az újdonságra, próbáljanak ki olyan dolgokat, amik például nekem a külön, amiket én nagyon jól tudok elkészíteni. Mit szeretsz leginkább főzni? Leginkább. Aha. Hát mondjuk ez egy jó kérdés, mert én nagyon sok mindent szeretek főzni. Talán, hogyha ki kéne emeljek dolgokat, akkor a levesekben nagyon jó vagyok, mert nagyon leveses is vagyok, tehát nagyon szeretem a leveseket, ezáltal nagyon szeretem készíteni őket is. Az olasz konyha egy kicsit a szívem csücske, mert olyan szerencsésnek mondhatom magamat, hogy nagyon sokszor jártam már Olaszországban, ezáltal nagyon megszerettem az olasz konyhát. Ebből kifolyólag sokat is dolgoztam olaszokkal, volt olasz séfem, olasz étteremben is dolgoztam évekig, tehát egy kicsit testközelből meg tudtam tapasztalni, hogy milyen is az olasz konyha. Itt most üdvözöljük a vendégeket, és utána szépen a konyhába kipakolom a felszerelésemet, és elkezdek teríteni. Amikor én a Tomitól hallottam erről, akkor nagyon izgalmasnak gondoltam. Egyrészt ugye most itt a vírushelyzet miatt bezártak az éttermek, és nem nagyon tudnak akár a párok, családok étterembe járni, illetve ami nekem felkeltette az érdeklődésemet, az az, amikor mondta, hogy háziasszonyoknak, gyakorló háziasszonyoknak ugyan, de háziasszonyoknak ilyen fortéjukat tudna megmutatni, illetve betanítani, és azt gondolom, hogy én is nagyon szeretek főzni a családomra, és szeretném őket különlegességekkel meglepni, nem mindig a szokásos, hagyományos ételekkel, úgyhogy én erre gondoltam, hogy kipróbálnám nagyon szívesen a Tominak ezt a fajta
bemutatóját. Akár úgy is, hogy meghívsz néhány barátnőt, és akkor így közösen főztök egy jót? Akár úgy is, sőt, kimondottan úgy hívnám meg igazából, mert akkor az lehetne egy csajos estének, egy csajos bulinak is a része, és még mellette főzünk, utána jót eszünk, tanulunk, és jól érezzük magunkat. Most beállítottam 64 fokra a szovidot, eléri a 64 fokot, akkor kezdi el mérni az időt, belerakom a húst, és amíg az előételeket előkészítem, addig fölmelegíti, utána én kitálom az előételt, és amíg fogyasztjátok az előételt, akkor addig én a húst befejezem a sütőbe. Valaki egy nagyon jó gasztronómia élményre vágyódik, akkor engem megkeres, fölhív, leegyeztetjük elő. Elsősorban leegyeztetjük azt, hogy hány főről van szó, helyileg ez hol van, mert én az ország bármely pontjára elmegyek, hogyha arról van szó, mert nekem tényleg a vendégek az elsők. Megmondják, hogy hány fogást szeretnének enni, milyen jellegű ételeket szeretnének. Ezek után én elkészítek egy ajánlatot, amit e-mailben elküldök, és tulajdonképpen, hogyha rábólintanak, akkor onnantól kezdve már csak az időpontot kell kinézzük, és a vendégnek csak le kell ülni, hátra kell dőlni, és onnantól kezdve én csinálok mindent. Az ő konyhájában, így van, a bevásárlástól elkezdve a konyhájának a kitakarításáig mindent én csinálok. Én úgy érkezem, hogy tiszta a konyha, és úgy is távozom, hogy tiszta a konyha.